Hollandiában várátok az Európa-bajnokság, milyen érzésekkel várod a kontinens viadalt? Bizakodó vagyok, mert idén elég jó szezont zártunk eddig. Nyertem ugye versenyt a saját számomban. Egyéni listán kvalifikáltam magamat a világbajnokságra és a világkupákra, pontversenyszámba. Szóval én nagyon várom ezt az Európa-bajnokságot, mert tavaly volt az első felnőtt Európa-bajnokságom, ahol igazából szembesültem azzal, hogy ez nem az a mezőny, amiben eddig kerékpároztam. Idén viszont megvertem olyan embereket, akik ott dobogó közelben voltak, sőt, akit meg is nyerte több versenyen is egész évben, szóval bizakodom egy jó eredményben. Hogy sikerültek az elmúlt heteid, hiszen a szeptemberi időszakban eléggé szép eredményeket értetek el, és azóta milyen formában érzed magad? Hát miután jó eredményeket értünk el pályán, visszatértem az országútra a csapatomhoz, aminek a következménye az volt, hogy az egyik versenyen levetettem, és most egy hét kihagyás után elkezdtem ismét edzeni, most jön ugye a GP Vienna versenyünk. Hát kíváncsi leszek, hogy milyen formában vagyok, ez igazából egy felmérő lesz, nem várok magamtól semmi különöset, viszont tudni fogom, hogy milyen állapotban utazom az EB-re. És az EB-n van konkrét elvárás magaddal szemben ilyenkor, vagy hogy szoktál neki vágni a versenynek? Vagy megnyerem, vagy nem. Mindig mondjuk, hogy top 10, top 5, top bármi, én azt mondom, hogy most hát nincs magam felé elvárásom, amit tudok, azt fogom nyújtani. Akkor sok sikert kívánok ehhez, köszönöm szépen!